Az Erkel Ferenc Zeneiskolában nyílt tanítási hetet tartottak, ahol az érdeklődők megismerkedhettek az intézményben folyó munkával. Ennek része volt a legfiatalabb tanítványok bemutatkozása és az ehhez kapcsolódó kiállítás is. Bárki jöhet ezen a héten és órákat látogathat, akár hangszeres, akár elméleti, akár zenekari foglalkozásokról van szó. És ennek keretében most itt a hét közepén rendezzük meg azt a hangversenyt, amely egy kicsit a hangszer bemutatóra is gondol, és azok a gyerekek kerülnek majd a színpadra, akik életükben először fognak most hangszeren nagy közönség előtt megmutatkozni. Ezt úgy hívjuk minden évben egy Gida Gála, kis gidákat köszöntjük majd a színpadon, és különféle hangszercsoportonként egy néhány szó erejéig a hangszereket is bemutatjuk az érdeklődő közönségnek, hogy ez van ma este itt nálunk, és nagy örömünkre egy nagyon szép kiállítás is, egy újabb kiállítás öleli körül ezt az egész rendezvény Bak Péter Korvin Díjas festőművész alkotásaiból. A Bak Péter Nyergesújfalun élő és alkotó festőművész író a vendége egy nemrég kezdődött tárlatsorozatnak. Lírai absztraktnak tartom ezeket a pasztelképeket. Azt jelenti, hogy van geometrikus absztrakt is, ami tulajdonképpen a mértani formákon alapul, és sokkal határozottabb, keményebb, rajzosabb. Hát ez pedig festői, mert én alapvetően festő vagyok, nem díszítő festő, hanem képzőművész, festőművész, és ezért inkább a lírai absztrakt áll hozzám közelebb. Nagyon örülök neki, még zeneiskolában sosem volt, habár ott, ahol én lakom, ott van zeneiskola, a Szabolcsi Bence zeneiskola, ott mondjuk kiállításokat nem szoktak rendezni, ezért én nagyon megörültem, először meglepődtem, hogy vajon hogyan és mint, de alkalmas nagyon ez a terem. Arról nem beszélve, hogy a zene, ugyanúgy, mint a festészet, nagyon közel áll hozzám. A kiállítást Bánfi József, az ötletadó festőművésztárs ajánlotta az érdeklődők figyelmébe. Tatavölgyiek szeretnék bemutatni mindazt, amit eddig csináltak. Most fog következni ebbe az évbe a 10. kiállításunk. A zeneiskolát meglátogatva, igazgatónővel beszélve, rájöttünk arra, hogy itt minden hónapban lehetne csinálni egy kiállítást, tehát egy hónapra tartó kiállítást, aminek az a címe, hogy a hónap alkotója. Na most maga a zeneiskola, amelyik ugye a lélekhez szóló, a szemen keresztül a képzőművészet, valóban az agyhoz, a szívhez szóló valami. És összekötjük a kettőt, akkor igazság szerint ott vagyunk a korban, korszerűségben, a csodában, hogy adunk valamit az embereknek, és akarunk adni az embereknek.